A demokratikus koalíció népszavazást szeretne arról, hogy vasárnap zárva legyenek a boltok vagy sem. A KDNP tegnap nyújtotta be a zárvatartásról szóló javaslatot, de a kormány még nem döntött róla. A Liga Szakszervezeti Szövetség ellenzi a bezárást, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete viszont támogatná, de csak akkor, ha a kisebb boltokra is vonatkozna. Osztrák fiatalok sétálnak Pandorfban. Megállnak a kirakatok előtt, és a táskákat, cipőket nézik. Mások már szatyorral a kezükben sietnek. Ma péntek van, így bármelyik üzletbe bemehetnek, de náluk vasárnap a legtöbb bolt zárva van. Nem fontos, hogy nyitva legyenek. Nyugdíjas vagyok, és egész héten be tudok vásárolni. Nem muszáj vasárnap mennem, mondja ez az asszony. Egy olasz nővel is találkoztunk. Otthon náluk sincsenek nyitva a boltok. Azt mondta, vasárnap nem vásárolnak, sétálnak, kirándulnak a hegyekben. A kereszténydemokrata néppárt tegnap benyújtott javaslata szerint Magyarországon sem lennének nyitva vasárnap a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek jövő év március 15-től. A demokratikus koalíció népszavazást kezdeményez, ha a kormány elfogadja a javaslatot. Szerintük a vasárnapi zárvatartás erőszakos beavatkozás az emberek életébe. Azt javasoljuk, hogy az Orbán rendszerével szemben álló civil és polgári mozgalmaknak, hogy aláírásgyűjtéssel kényszerítsék ki a szabadságunkat védő népszavazást. Mi a népszavazást előkészítjük, és azt javasoljuk, hogy mindenki a saját szervezete nevében gyűjtsön aláírást. A Liga Szakszervezeti Szövetség nem támogatja a vasárnapi zárvatartást, mert szerintük munkahelyek kerülnének veszélybe. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szövetségének elnöke viszont azt mondta, a vasárnapi zárvatartás enyhítene a dolgozók terhelésén. De csak akkor támogatnák, ha a törvény a kisebb üzletekre is vonatkozna. Lehetne más megoldás, hogy sok embert fölvenni, megfizetni, bértemelni, de ezt nem teszik sem a cégek, sem a kormány, nem segíti adópolitikával ezért. Ez tűnik a legjobb megoldásnak, hogy akkor legalább egy héten egy pihenőnap a vasárnap az mindenképpen legyen, ez szolgálna a vasárnapi zárvatartás. Az a feltétel persze még van, hogy vagy mindenki, vagy senki. Az nagyon nem lenne jó, ha átterelnék a forgalmat. Harag Péter tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormány megtárgyalta és támogatja a KDNP javaslatát. A Nemzetgazdasági Minisztérium viszont ezt cáfolta. Szerintük még nincs döntés. Harag Péter ezután az MTI-nek már úgy fogalmazott, neki elég, ha Orbán Viktor támogatja a kezdeményezést. Megkérdeztük erről Orbán Viktor sajtófőnökét. Havasi Bertalan híradónknak azt írta, hogy a vasárnapi nyitvatartás témájában zajlanak a konzultációk. Az érintettek véleményének meghallgatása után kerülhet sor a döntések meghozatalára, illetőleg jogszabályok megalkotására.